minden szenvedés, az élet szenvedés, a halál szenvedés, minden. Ez az egyik leggyakrabban tulajdonított tanítás, amire azt mondják, hogy a Buddha az a szenvedésről tanított. Ez egy klasszikus alapvető tévedés. A Buddha valójában azt mondta, hogy igen, van olyan, hogy szenvedés, sőt, a helyesebb megfogalmazás talán az lenne, hogy van elégedetlenség, és ezt az elégedetlenséget meg lehet szüntetni, ezen túl lehet jutni, el lehet érni a szenvedéstől mentes, az elégedetlenségtől mentes életet, lehet az ember elégedett. Ennek az oka, hogy azt mondja, hogy van elégedetlenség, és amiért ezt gyakran úgy gondolják, hogy a buddhizmus az valami nagyon komor vallás, vagy életidegen, az, hogy nem találni a Buddha meglátása szerint, nem találni sehol egy olyan állapotot, olyan élményt, olyan akármit, ami valóban tartósan és maradandóan kielégíteni az igényeinket, a vágyainkat. Tehát nem csak, hogy ebben az emberi életben nem találunk egy valóban biztonságos és boldog létezést, hanem az egész világegyetemben, az újraszületés bármilyen formájában. Tehát amit az előzőleg említettem, az újraszületés központi eleme a Buddha tanításának, mégpedig pontosan azért, mert az ember hiába ér el egy például egy mennyei születést, hiába válik egy olyan környezet lakójává, ahol nincsenek problémák, még ott is eléri az ember például az elmúlás. Tehát amikor minden jó, még akkor is ott van az, hogy csak egy darabig. És ez persze, ez már csak egy nagyon finom pont. Tehát, hogy szerintem legtöbbünk az elégedett lenne azzal, hogyha az élete minden napját kellemes és élvezetes körülmények között tölteni, és hát jó, oké, meghalunk, oké, de hát addig azért jó volt. De hogyha visszatérünk a saját közvetlen helyi tapasztalatunkhoz, tehát ahogyan éppen éljük a mindennapjainkat, akkor azt látjuk, hogy törekszünk folyton valamit megvalósítani, és amikor törekszünk, az amögött az van, hogy hiányzik valami. És amit el akarunk kérni, azt reméljük tőle, hogy attól végre elégedettek leszünk. És nem arról van szó, hogy ne lehetne különféle örömeket és élményeket szerezni, amik jók, természetesen lehet. De pontosan az ezekhez való ragaszkodás az, ami ahhoz vezet, hogy rengeteget tudunk elviselni azért, hogy valamit elérjünk, másrészt pedig nagyon is tudjuk félteni azt, amit megszereztünk. És utána nem akarjuk elengedni, még akkor sem, ha már nem is tehetünk mást, mint hogy elengedjük. Ezért a szenvedés az elégedetlenséget jelenti. És az elégedetlenséget úgy, mint mindennapi szinten, és mint általában egy létkérdéssé állt elégedetlenséget, ami utal egyrészt az ember anyagi vágyaira, de még inkább a szellemi igényeire, a vallási igényeire, hogy találunk-e valami olyan állapotot, belső élményt,
ami valóban kitölti a belsőnket, ami valóban egészé tesz minket, amitől megszűnik minden szenvedésünk. És mondhatjuk azt, hogy tehát a szenvedés az élet része. Igen, valóban. Pont ez az, hogy az élet része. És érezhetjük úgy, hogy ezzel azt mondjuk, hogy hát a szenvedés az igazából nem is szenvedés, de ha a szenvedés nem szenvedés, akkor nem szenvedés egyszerűen. És nem azt nézzük, hogy amikor benne vagyunk abban, amit kellemetlennek és fájdalmasnak érzünk, akkor hogyan vagyunk, hanem csak így utólag rá mondjuk, hogy az akkor nem is volt olyan gond. Lényeg mindig azt nézni, hogy amikor épp benne vagyunk, akkor az milyen. És vegyük észre azt, hogy igen, utólag lehet, hogy semmiség, mert túléltük, mert túl vagyunk rajta, de amikor benne vagyunk, akkor nem az. És ez egy aprólékos megfigyelése a dolognak. Vannak sokkal általánosabb formái is az elégedetlenségnek, a szenvedésnek, és ezek olyan egyszerű és elkerülhetetlen dolgok, mint az, hogy megöregszünk, hogy megbetegszünk, hogy meghalunk, és ez talán kevésbé izgat minket, hogy mi meghalunk, de a szeretteink meghalnak, hogy elveszítünk dolgokat, amiket szeretünk, amikhez kötődünk, vagy hogy nem kapunk meg olyan dolgokat, amiket akarunk, hiába vágyunk rá, azt gondoljuk, hogy elérjük a sikert, de igazából a siker nincs sehol, hogy elérjük a gazdagságot, és a gazdagság nincs sehol, hogy egészségesek maradunk, és elveszítjük az egészségünket, és egyszer valami betegségünk lesz, vagy éppenséggel a szerettünknek lesz valami baja. Úgyhogy ez a változás, ez az elkerülhetetlen állapot a problémáknak az, amikkel így vagy úgy mindenképp szembenézünk, és amikre a legtöbb esetben a gondolkodók, filozófusok, vallási tanítások valami formában választ kerestek, és választ is adnak a maguk módján. A buddhizmusnak a válasza erre az, hogy a szenvedés oka a ragaszkodás. A ragaszkodás ahhoz, hogy minden úgy marad, ahogy eddig, vagy hogy minden úgy lesz, ahogy én akarom, és hogy belássuk azt, hogy nem a dolgok változnak, és nem vagyunk mindenhatóak, nem vagyunk az élet urai, hanem az életben történnek jó és rossz dolgok egyaránt. Amire lehetőségünk van az, hogy hogyan viszonyulunk ehhez, hogy mennyire kötődünk hozzá, és vajon fölül tudunk-e emelkedni a saját elvárásainkon és elképzeléseinken.